Bő 4 évvel, 2016 elején kezdődött el az idejét múlt régi PSS sporttelep stadionná való átalakítása. Szép fokozatosan épültek a lelátók, a stadion infrastruktúra további része is. Így nem kellett elköltöznie a 2006 óta élvonalbeli paksi csapatnak más városba, hogy ott játssza le hazai meccseit. Beruházás az ugye folyamatosan ütemezetten haladt, tehát ezért bizonyos részeket mindig használhattunk, de most már tulajdonképpen a teljes stadion az rendelkezésre áll, tehát magát az állelátót is a hétvégi stadionavató mérkőzésen a szurkolók birtokba vehetik. Szabó Péter paksváros polgármestere az új stadion megépülése a paksi sportélet infrastrukturális 21. századi fejlődésében olyan léptékűnek nevezte ezt, mint annak idején, amíg jóval a rendszerváltozás előtt elkészült, Makovec által tervezett kishegyi sportcsarnok volt. Atomerőmű Sportegyesületnek a sportcsarnoka. Az is, én azt gondolom, hogy nagyon sokat dobott azon, hogy várossá tudtunk válni az erőműépítkezés kapcsán. Én ehhez a helyzethez, ehhez az állapothoz hasonlítanám a mostanit, hogy most pedig egy stadiont tudunk majd birtokba venni. Mivel a belépés ezúttal ingyenes, jó esélye van annak is, hogy a Paks Újpest nyitó mérkőzésre szombat este 17:30 teltház lesz az 5000 néző befogadására alkalmas új magyarországi futballstadionban. Paksváros önkormányzata és a PFC vezetése a jeles eseményt szeretné jótékony cél szolgálatába is állítani.